kis kekszé, szép öreget kívánok mindenkinek! Ismét sokatok kedvence egy jó kis reakció videó, ahol mindenféle botrányos, illetve elképesztően jó videóra is reagálni fogok, hogy ne is húzzuk tovább az időt, csapjunk bele! Ő az alfagót! Korábbi videóban már szerepelt, ugye ugyanaz sem, mint a legtöbb összeborít dolgokat, aztán talán megeszi, és akkor zero effort, végtelen néző kombó. Azt a kommentet kaptam hozzá, hogy ez egészen validnak tűnik. Red chili. Green chili. De ez a kedvencem. Piros paprika, zöld paprika. De hogy ez lehetne egyébként kápia, meg TV paprika is, tehát hogy az most mi? Főleg, hogyha így fogja kezébe, tuti, hogy nem volt szupererős. Innentől kezdve, hogy nem tudom, hogy mit eszik, számomra már tök mindegy. Vont hozzá valami friss szósz, tök jó. Tehát, hogy legalább a szósz az mindenféleképpen friss benne, egész sokat rá is nyom. Nem ismerem egyébként azt a szósz, tehát nem tudom, hogy mennyire erős. Egyébként valamennyi tolerancia szintje azért van az emberünknek, tehát ezt nem akarom kétségbe vonni. Sriracha szósz az sosem arról volt híres, hogy marha erős lenne. Louisiana szósz az megint csak 1 millió fület, ezt a szószt ugyanúgy nem ismerem, tehát hogy tőlem aztán akármilyen erős is lehetne. De ja, tedd bele valamennyit. Jó, ez a... Csípő sajt spré. Tehát el tudjátok képzelni, hogy veszel egy flakon sajtot, amivel graffitizhetnél kb. Hogy az mennyire lehet egyébként csípős. De ez legalább nincsen megvágva, ha jól láttam. És most megeszik egy pohár tésztát. No reaction. Ja. Na, ez a videó egyébként tényleg valid volt, ahogy könnyezett meg szenvedett tőle a végén, ahogy egy durván csilis kajától kell, hogyha az ember közben nem takarítgatja magát. Pipa! You can finish the world's spiciest drink, I'll give you 1000 pounds. Level 1. De tényleg, szóval, hogy a világ legcsípősebb, nem tudom, turmixát akarják megcsinálni, és úgy kezdik, hogy sajtos csítosz. Level 2. Spicy noodle. Most nem azért, de a zacskóból öntötte bele a csípős tésztát, úgyhogy az már egyébként kész volt, tehát megfőzték a tésztát, majd visszatöltötték a zacskóba csak azért, hogy mi van? Erős content, kérem szépen. Erős content. These are the world's spiciest jellybeans. A világ legcsípősebb drazséja. Van közöttük egy-kettő, ami tényleg pikánsabb, vagy így az átlagembernek tényleg a csípős kategóriába tartozik, de azért a legerősebb ilyen cukorkától nagyon-nagyon messze van. Szóval egyelőre nem került bele különösebben semmi extra, és abból se tudjuk, hogy mi az, ami tényleg belekerült. Level 4! Carolina Reaper! Szóval level 4-nek beletették a Reapert, eddig stimmelt. Nice! Ami azt jelenti, hogy egy level 5-nek valami... Megvan a chip, 14 fontért belegyűjteni, Reaperes. Rá van írva, hogy 2,2 milliós, nem annyi. És miután beledobtak egy szárított Reapert, utána rádobták ezt, hogy ez erősebb, mint a Reaper. Édes Istenem! De tényleg, tehát ugye, hogy jutott ez eszébe bárminek ilyen baromságot mondani? Sriracha, megint csak egy gyenge szósz egyébként, de mindegy. Subscribe if you could finish this for 1000 pounds! Kövessen be, hogyha szerintem én megtudnám, tehát hogy nem, könyörgöm, tehát hogy kövessen be ő engem, ha én megtudom. Adja oda 1000 fontért, bármikor lenyomom. Now I drilled a hole in this, we are now gonna add the world's most powerful chili. I'm just gonna grab the chocolate. Az a helyzet, hogy nem lehet így megtölteni egy csokit. Jaj, visszahűti, nagyon ügyes a gyerek. Nem, a lényeg az, valamennyi chili tényleg került ebbe a csokiba. Nem tudom, hogy kizsináltatja a gyerekkel egyébként ezt a fajta viccet. Nem gondolom annyira jó ötletnek teszem hozzá, de meglátjuk, hogy mi lesz a folytatás. És a suli fixel ragasztja vissza, érted? Suli fixel. A víz az apjának egy bögre kávét a csokival. Kíváncsi lennék, hogy kivette fel a videót egyébként. És nem tűnik fölnek, hogy közben végig videózva van, nyilván. Kicsit túl van reagálva szerintem a dolog. Minek lenne otthon a legerősebb szószból, ha nem bírja? Jó, tudom, lehet, hogy az anyja eszi. What are you gonna do it? I wondered why you were filming. Just point me in that. De mekkora komoly egyébként a csáv, hogy rápróbált ő is. Figyelj, teljesen rendben van a kölök. Jó, nekem ez a videó fölöslegesen hosszú, de végre egy jó tartalom! Ez vicces volt. Nem ez a ha-ha-ha vicces volt, de hogy így nem tudom, nem szimpatikus volt, hogy a gyerek így próbálkozott, a sulifixes megoldás azért az... az volt szerintem a legerősebb rész az egésznek, de utána rápróbált ő is, mert megfingatta a faterját. Na, az a srác tökös. Ő még vinni fogja valamire.
azok kedvére, akik azt hiszik, a monitoruk koszos, és azért már beszóltak nekem, hogy állandóan megpróbálják letörölni ezt itt onnan már, hogy miért koszos nálam a fal, mutatom nektek. Az ott lyuk, nem kosz. Ez a lyuk, ez régen készült, mert egyszer belement a szék. Nem tudom, hogy hogy csináltam, de csináltam rá egy lyukat. Ez van. Where do you wanna go? Az milyen már, hogy így beülsz egy random taxiba, majd kesztyűben nyújtasz a taxisofőrnek kaját, és a gondolkodás nélkül ezt a szájába veszi. Akarnál egy ilyen taxis sabárba menni? Ki tudja, hogy mit vett ma még be a szájába? Jó a sztori, nagyon tetszik a sztori. És ezek után remélem 200-al fog teperni a város, mindjárt bevágnak valami Mario Kartot vagy ilyenek. Nagyon jó bírja, kicsit remeg a haja. Határozottan úgy érzem, hogy ez kicsit így el van túlozva. És még mindig nem tudja, hogy hova akarnak menni, de már fizetett az utas egy szuper csípős chipszel. Na, lesz valami, vagy... Hát ezzel legalább kimaxoltuk, ebben a videóban is legyen egy hot chip challenge, mert enélkül tudom, hogy nem élet az élet. Együnk meg egy egész szárított Carolina Reaper-t. Jó kezdet! Sokszor kérdés, hogy a szárított paprika az kevésbé vagy durvábban cheap, mint a friss, mivel dehidratált itt ki van ugye szárítva, ezért elvileg nem annyira cheapös, tehát ezt beleteszed mondjuk egy levesbe, akkor azért a sokkal durvább lesz. De ettől még Reaper, tehát ettől még nem lesz nagyon gyenge, ha tényleg egy szárított Reaper teszik, akkor azért ezt ő bevállalta. Csomagolás alapján egyébként stimmel, szóval. Megpróbálom túlélni reakció nélkül. Ránézésre is stimmel, nekem is volt már ilyen szárított Reaperem, úgyhogy eddig rendben van. Ugye volt közben egy óriási vágás, de hát pont úgy néz ki, mint aki Reaper tevett. Tök jól bírja. Az egész arcom zsibbad. Az egyébként egy valid reakció, amikor így bezsibbad az arcot. Tök jó színe van a pulcsijának. Na, kicsit meghajtotta a gyomrát, már nyomatja rá a tejet. Hát nem bírta ki végig, bevállalt egy egész szárított Reapert, amihez azért lássuk be, ha nem vagy egy gyakorló csilis, amúgy tökösnek kell lenni hozzá, úgyhogy sírásó ember, grat! Ú, ezek azért jól néznek ki, bakker. Jaj, ez a csávó, ez nagyon durva. Ez a pali, ez a csoki király. Elképesztő, hogy miket megcsinált csokoládéból. Egy igazi szobrász. Ez a legkeményebb, hogy rendesen folyik belőle tej, és ott vannak azok a Istenem, de nagyon éhes vagyok! Kíváncsi lennék egyébként, hogy ez tényleg tartalmaz-e bármi csípőset, vagy igazából ez nem csípős paprikás, minden esetre zseniális. És ha már csoki, bár a felvétel készítésekor még nincsen fizikailag a kezembe, de mire ez a videó megjelenik, valószínűleg már a pazarsóban lesz a chili vonat csoki. Az ereje úgy van beállítva, ahogy nekem egy kellemes nasolós csoki, ami nem tudom, hogy nektek mit jelent, vagy mindenképpen dobjatok visszajelzést. Fontos információ, még beméretve nincs, tehát Scoville értéket nem tudok mondani, nem paprika felhasználásával készült, hanem kapszaicin kivonattal. A finom csoki íz mellett van kellemes csípősség, anélkül, hogy fölösleges paprika íz elrontaná az össz élmény. Jó étvégét kívánok hozzá! Ja, és ha már ott vagytok, végre a pazarsokban ott vannak a bögrék is. Ha szeretnétek szupermelő bögréből inni, csilis, csokis, kávés, teás, akármiteket, most már lehet. Now this isn't Ragnarok. I don't qualify for it yet. Hatszoszból szerintem már volt korábban videóban, nekem az egyik kedvencem, tök jó tartalmakat csinál, és teljesen valid a csávó, tehát hogyha valaki őt látja, nyugodtan higgyetek el mindent, amit ő csinál. Ha de csak nem poénkodik, akkor nem fog félrevezetni. Ez a Sleipnir csoki nekem is megvan, nem annyira erős egyébként. A nagy problémám vele az, hogy negyed kiló. Negyed kiló csokit bepasszírozni, azért az nem egy egyszerű történet, de nagyon kíváncsiak, hogy neki egyébként hogy sikerül. Valamikor meg fogom enni, és majd lesz róla természetesen videó, vagy valamelyik live-ba. Hát ott az szegénynek el van törve, de azért ráment. Valami kis jó kis töltelék benne. On their website they said this is the easiest challenge. I have to agree. I'm not gonna have any trouble with the heat on this. Amit ő is most elmondott, az oldalukon is kín van, ez egy belépő szintű challenge. Azt hiszem, hogy az egész táblában van talán két vagy három Reaper, tehát hogy semmi extra. Itt igazából a fő challenge az, hogy meg tudsz enni negyed kiló csokit, tehát ez jelenti főleg a kihívást. Crazy that this is a 20 minute challenge. If anybody don't believe it's real, they can watch it on YouTube.
unedited. Nála is ezeket a challenge videókat vissza lehet nézni vágatlanul. Innen ismerszik meg, hogy valaki tényleg megcsinálja dolgokat, vagy sem, hogy visszanézhetőek vágatlanul a YouTube videói. Nekem is az összes challenge-em fönn van a YouTube-on, mind visszanézhető, nem mindegyik az én oldalamon van, mert szoktam vendégszerepelni, meg külföldi csoportban is vezetek műsort, ott is szoktam challenge-ezni, de a League of Fair oldalán a profilom alatt az összes videó egyben mind megtalálható, illetve a Pure Insanity oldalán is meg lehet találni, hiszen az ő challenge-ekből is csináltam már. Ilyen még nem volt, de most jön egy kis kiegészítő, ugyanis eredetileg a reakció videó már föl volt véve, mire Just Fit Bannak kijött a videója, ahol 1 millióan taggeltetek, és mivel van benne olyan dolog, amire nem bírom ki, hogy ne reagáljak, ezért ezt most utólagos felvétellel megcsinálom, és ezért néz ki minden más a videóban ezen a részen, mint a többinél. Just Fit Bann, ha nézed a videót, egyébként tetszett, és remélem nem veszed rossz néven, hogy pontosítalak. Itt van ez a paprika, itt van két ember. Mindketten megkóstolják, az egyikük szerint hát ez alig csíp. A másikuk szerint pedig de most akkor kinek van igaza? Két dologtól függ az, hogy ki mennyire érzi egyébként a csípősséget, az egyik, hogy mennyire vagy hozzászokva, a másik pedig, hogy mennyi TRPV4-es receptor van a szervezetedben. Wilbur Scoville ebben az évben dolgozott ki egy tesztet és egy ehhez tartozó skálát, amivel meg lehet mérni, hogy egy paprika mennyire csípős. Ez így igaz, teljesen helytálló. És ha bárki találkozik Johnny Scoville nevével az interneten, aki az egyik kedvenc chili tartalomgyártóm és abszolút legenda, az úriember, nem rokonok neki, a Scoville az csak egy felvett becenév. Scoville a következő eljárás dolgozta ki. Fogott egy paprikát, kiszárította, a szárított örleményből egy adott mennyiséget feloldott alkoholban, hogy kivonja a kapszaicinoid vegyületeket. Abszolút helytálló eddig, minden stimmel. Aztán ezt addig-addig higított a cukros vízzel, amíg egy 5 emberből álló kóstolócsapat legalább 3 tagja már egyáltalán nem érezte csípősnek. Kéne egy olyan skála is, amivel azt lehetne megmérni, hogy egy adott zene mennyire rossz. Fogok 5 embert, elindítom a zenét, szép lassan elkezdek hozzákeverni majom hangokat. Gibbont ráadásul, úgyhogy abszolút átérzem, ebben kooperálhatunk. Persze 1912 óta rengeteget fejlődött a tudomány, és már léteznek pontos vizsgálati módszerek egy paprika kapszaicin szintjének a megállapítására, de a chili paprikákat még mindig a Scoville-skálán szokták rangsorolni. Nyilván ezt az emberek az elmúlt több mint 100 évben megszokták, ezt használják, egyébként a labor eredmény az milligram per kilogramban van megadva, aminek van egy váltója, azzal megmondják, hogy mennyi a Scoville érték, és kész. Jelenleg a Pepper X a legcsípősebb paprika a és kezdődik a kiégés. Így több mint 3 millió Scoville-lal büszkélkedhet. Azért jelenleg, mert ezt csak pár éve nem esítették ki, szóval ki tudja még mit hoz a jövő. Nem. És itt van igazából szinte az egyetlen rész egész videóban, amivel külön kell foglalkozni. Tudom, hogy erre a Pepper X vonatra kb. Mindenki fölül. Azt se tudjuk igazából, hogy tényleg létezik-e, tényleg 3 millió fölött van-e, ezt is csak emberek mondják, akik állítólag látták. És utána mindig bérek, hogy hát ezért a faktor a Google-ben nézzed meg, és akkor meg tud rendelni magadnak. Nem! Elég sok mindenkit ismerek a paprika világból, világszinten. Önöket is, akik nagyon jól ismerik Edet. Valamilyen okból kifolyólag Ed Curry az, aki nemesítette a Carolina Reaper-t, ami egyébként meglepő módon hasonlít a Seven Pot Primo paprikára, de ez egy egészen másik történet. Na most Ed nemesítette a Pepper X paprikát is, amit soha senkinek nem adott ki az ő kezei közül, csak kizárólag jogilag védett úton módon. Vannak Pepper X-el készült termékek, mint például a Last Dab, amiben állítólag az van. A Dual Chip Challenge, amit én már megcsináltam, nem csak én, semmi extra, tehát egyelőre nincs Pepper X-el készült olyan termék, ami hű de brutál lenne. Van egy ismerősöm, aki járt egyébként Ednél, amikor eljött onnan, akkor konkrétan még a száját is átnézték, nehogy a fogai alatt kihozzon egy magot és elkezdje magának ültetni. Viszont nagyon nagy a hype körülötte, ezért nyilván emberek a pénzszagára beindulva elkezdtek random magokat, vagy zöld csípős paprikát hozó magokat Pepper X néven árulni. Mind átvágás, egytől egyik. Tehát Pepper X elvileg létezik, gyakorlatilag garantáltan sehol nincsen, nincsen hitelesítve, de a Pepper X-et betenni egy ilyen videóba, az sajnos baklövés. Úgyhogy egyébként minden más tök király, meg az egész videó úgy, ahogy van, tök király, de ez egy nagy baki benne. Félrevezetés, vagy hívjátok, ahogy akarjátok. De valaki nem értené, hogy miért ekézem mindig a Pepper X kérdést, rémesen egyszerűen azért, mert azok az emberek, akik ember a tudatban élnek, hogy ez a legerősebb, és megtalálják ezeket a kamumagokat a neten, azok egyrészt mind belesnek csapva, aminek szerintem sem értelme, illetve csalókat támogatnak anyagilag, aminek szintén nincsen sem értelme, tehát itt nem arról van szó, hogy itt nem tudom, minden áron bel akarok valakibe rugni, és most Vidmánt végig akarom húzni a földön. Nem, de kevesebb problémám sincsen bele sem egyébként, de szeretném az embereket megmenteni a csalódástól, és jó lenne, hogyha minél több ember a valid információval találkozna. Pepper X nem kapható. Ennyi.
Én már csak azt nem értem, hogyha van Scoville skálánk, és vannak high-tech műszereink is, akkor a boltok polcain található csípős cuccokra miért csak annyit írnak rá, hogy csípős? Na jó, ezt a problémát nem fogom tudni megoldani. Én viszont igen, nagyon egyszerű erre a válasz, hogyha ráírnák, hogy ez igazából csak 1000 SHU, akkor sokkal kevesebb ember vásárolná, ez egy rossz marketing, megmutatni, hogy ez csípős, de igazából nem csípős. Ha túl nagy a szám, akkor sok mindenkinek gyanús, ha túl alacsony, akkor pedig kevesebb embert érdekel. Minden terméket egyébként méretni kéne, aminek laborköltségei vannak, ezek általában nem is nagyon olcsóak. Gyártásonként azt hiszem, hogy ezt be kéne adni, hogy védhető legyen, hogy ne lehessen őket beperelni. Sok macerával jár, ami igazából soha nem térülne meg. Ennyi a válasz.